Önök a Debrecen Televíziós sportmagazinját, a Hajrát látják. Köszöntöm Önöket! 17 pontos győzelmet aratott a Deac férfi kosárlabda csapata az NB1 11. fordulójában a Jászberény ellen. A vendégek csak egy negyedig tudták tartani a lépést Kovács Adrián együttesével, akik ezt követően végig uralták a találkozót. Tóth Ádám kosaraival kezdődött a mérkőzés. A debreceni erőcsatár 6 pontot hozott össze néhány perc alatt, amire a túloldalon a nemrég visszatért Nelson válaszolt. Az első negyed látványos játékot hozott, és habár végig a debreceniek vezettek, az utolsó szó mégis a vendégeké volt. Rúják Bence utolsó másodperces 3 pontosával 24-23-ra vezetett 10 perc után a Jászberény. Volt néhány hullámvölgy a mérkőzés elején, de szerintem ez ilyen teher mellett normális. Idegesek voltunk a találkozó előtt, mert tudtuk, hogy nagy a tét, és mindenképpen győznünk kell. Jól felkészítették őket ellenünk, de javarészt mi irányítottuk a mérkőzést, mondta Milos Borisov. A folytatásban aztán ritmust váltottak a hazaiak, és szép lassan ellépdeltek a JKS-től. Borisov keze egyre jobban sült, Moody remekül szervezte a játékot, a palánk alatt pedig Tóth Ádám és Bognár Kristóf is eredményesen kosarazott. Ez az eredményen is meglátszott, a félidőben 49-36-ra vezetett a Deac. Most, ami hiányzott az előbbi pár mérkőzésen, az, hogy intenzitás ez meglegyen, illetve az a kellő energia a kezdésnél az megvolt. Védekezésben követtünk el kisebb hibákat, amiket a Jászberény megbüntetett. Ugye volt a kommunikációs hibáink, illetve gyenge oldalról nem igen segítettünk. Ezeket a dolgokat ki tudtuk javítani, meg tudtuk beszélni. Fordulás után állandósulni látszott a nagyjából 15 pontos előny. A negyed közepén már 18-al is mentek a debreceniek, ekkor azonban jött egy kisebb rövid zárlat. Philipp Miller vezetésével 10-re zárkózott a Jászberény, de ennél közelebb már nem tudtak kerülni a Deachoz. Az utolsó percekben Borisov és Omenaka is megszórta magát, így a záró negyed előtt ismét 16 pont volt a különbség a hazaiak javára. Szépen járt a labda, voltak nagyon periódusok, amikor kifejezetten jól játszott a csapat, ezt kell tovább gyakorolnunk, ezt kell tovább fejlesztenünk, és úgy gondolom, hogy rendben lesz a csapat. A záró negyedben a debreceniek esélyt sem adtak felzárkózni, és végig magabiztosan játszva húzták be a kötelező győzelmet. A 83-66-os sikerből Milos Borisov 29 ponttal vette ki a részét. Az együttes a következő fordulóban Körmendre látogat, majd az Alaegerszeg ellen zárják az évet. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz ellenük játszani, főleg a fanatikus körmendi szurkolótábor előtt. Az egyik legnehezebb meccs vár ránk, hiszen minden poszton több remek játékosuk van. Nincs veszítenivalónk, harcolni kell, aztán meglátjuk, mi lesz. Az ETA ellen viszont győzni kell, hogy biztosan a 8-ba legyünk és játszhassunk a Magyar Kupában, illetve tovább küzdjünk a rájátszásért, mondta a montenegrói játékos. Győzelmének köszönhetően a Deac őrzi a Magyar Kupa indulást jelentő 8. helyét, és félig már ott érezheti magát a sorozatban. Sorozatban 6. bajnokián maradt nyeretlen a Deac futsal csapata. Elek Gergő együttese pénteken a közvetlen rivális Dunafertől kapott ki az egyetemi sportcsarnokban. A dunaújvárosiak meg is előzték a Deacot a tabella 5. helyén. A tavalyi bajnokság mind a 4 összecsapását elvesztette a fekete mezes Deac a Dunafer ellen. Ezen akartak most változtatni. Az első fél időben azonban már 2 gólos hátrányba kerültek a házigazdák. Úgy álltunk neki ez a meccshez, hogy mindent bele kellett volna adnunk. Jól is kezdtük szerintem a mérkőzést, kiki meccs volt az elején, utána kaptunk 2 olyan szerencsétlen gólt. Megint nem figyeltünk, nem koncentráltunk eléggé. A debreceniek szakvezetője szerint rosszul játszott csapata. Ráadásul a tanítványai hozzáállása sem volt megfelelő. Gyakorlatilag a leggyengébb fél időt produkáltuk ebben az egész évben, és igazából itt nem csak a dolgai nem sikerültek, hanem a játékosok hozzáállása, és úgy éreztem, hogy probléma van. Gyakorlatilag már azt sem tudtam, hogy kit cseréljek be, egyszerűen annyira katasztrofális volt a játékunk. A második fél időben motivált Deac lépett pályára. Gólt is szereztek, de fél percen belül a vendégek is betaláltak Dobi kapujába. Nagyon fontos volt, hogy gólra góllal tudjunk válaszolni, hiszen ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha nem sikerül pár percen belül gólt szereznünk, akkor egy igen kiki meccset tudtunk volna játszani, lehet beszorítottak volna a saját kapunk mögé. A Debrecen kockáztatott és vészkapus taktikára váltott. Azonban ez sem hozta meg a várt eredményt. Ezekből ugyanis a Duna fellőtte a gólokat. Nem tudom, mi van velünk hetek óta, valamit ki kell találnunk, mert ez így nem lesz elég a felsőházba. A hajdúságiak végül 6-1-es vereséget szenvedtek és lecsúsztak a felsőházi rájátszást érő helyről.
az utóbbi időben nem tudott győzni az együttes. Nagyon sokan elhitték, hogy mi aztán itt dobogó közelben vagyunk, vagy stb. Én tudtam és próbáltam megértetni mindenkivel, hogy ez nem így van. Mi nekünk az első osztály tagság megtartása az elsődleges célunk. A kecskeméti meccsóba úgy utaztunk, hogy kötelező nyer, nem sikerült, azóta folyamatosan így állunk szinte a meccsekhez, hogy jó lenne, kötelező lenne nyerni, de valahogy nem találjuk azt a fajta játékunkat, ahogy nem is úgy jönnek össze a dolgok, ahogy kellene. A Deac legközelebb a Csömör otthonában lép pályára. Örömfoci, taktikai elemek gyakorlása, vagy éppen a végső győzelem. Más-más céllal érkezett Debrecenbe több mint 200 utánpótlás labdarúgó csapat az elmúlt két hétvégén. A DHSE olasz focisuli 29. alkalommal szervezte meg a régió legnagyobb ilyen jellegű tornáját, a Mikulás és Karácsony kupát. Huszti Péter 1999-ben 17 évesen hunyt el. A csaknem 3 évtizedes hagyománnyal bíró olasz focisuli által szervezett tornák ma már az ő emlékét is ápolják. Nagyon tehetséges játékos volt, biztos, hogy benne nagyon sokáig vitte volna, de sajnos egy súlyos betegség fiatalon elvitte, és az ő emlékét ezzel a tornával próbáljuk mindenképpen örökké magunkban tartani. Az elmúlt hétvégéken is számos tehetséges gyermek lépett pályára Debrecen 8 sportcsarnokában. A 29. Mikulás kupán 75 csapat vett részt, december 2. hétvégéjén pedig 116 együttes érkezett Debrecenbe a Karácsony kupára. Jól sikerült az első csoportmérkőzés a Városgazda utánpótlás akadémia csapatának. Szabó Donát góllal és gólpasszal járult hozzá a Felső Zsolca elleni győzelemhez. Mindig az első meccs nagyon fontos, meghatároz az egész tornát, szerintem most helytálltunk. Próbáltuk a futsal szabályait alkalmazni, forogtunk, és szerintem jól sikerült az a meccs. A budapesti csapat a korosztályos első osztályú futsal bajnokság élén áll. Számukra a taktikai elemek gyakorlása mellett egyértelműen a végső győzelem volt a cél a Karácsony kupán is. Nem ilyen vérmes reményekkel érkezett Cseperről a fehérmezes Halászi focisuli együttese. Ez már tényleg az évvégi levezetésnek a része. Inkább az a lényeg, hogy még többet együtt legyenek, még az év vége előtt. Mind a mellett természetesen jó, hogyha nyerünk, szeretünk nyerni, de természetesen nem ez az első számú cél. Mindkét együttes visszajáró vendége a Huszti Péter emléktornáknak, de érkeztek távolabbról is csapatok Debrecenbe. Szerb, szlovák, lengyel és ukrán együttesek is játszottak. Minden csoportban próbálunk egy külföldi tenni, egy messzebbre érkezőt, egy hazait, és utána másnap pedig kialakulnak szerintem azok a szintek, arany, ezüst, bronzágak, amelyek mindenki megtalálja magának, és így nem lesz külön kategóriánként győzelmet hirdetünk. Minden gyereknek emlékérmet adunk, szóval úgy térnek haza itt a ünnepek közepette is. Többek között ezért is olyan népszerű a régió egyik legnagyobb gyermeklabdarúgó tornája, amit jövőre a 30. évforduló alkalmával számos meglepetéssel tesz különlegessé a szervező olasz focisuli. Önök a Hajrát látták. Új műsorra legközelebb szerdán jelentkezünk. Addig is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!